Hello, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Jalopi. Elvileg arra van beállítva, hogy kontrollerrel megyek, jövök, de ez úgy csest, hogy mégsem működik. Szóval letenünk az egérre. Ja. Ez ugye bár a régi jó kis Jalopi. Hey alert! Alert vagyok. Azt mondja, hogy szevasz. Jó reggelt. Megpróbálom ma újra útra kelni. Nagybácsit nem akarom elvinni, mert gonosz vagyok. És így, ja. Körbenézünk a kocsiban. Ugye bár fel kell készíteni a nagy útra. Van pénztárcánk, a útlevelünk. Rakom vissza. Középső. Illetve itt a nagy lajkánk. Kérdés az, ja, hátulra azért nem tudom most bepakolni semmit, mert... ez mi? Hát jó. Meglöktük a autót, és ez így neki nem volt jó. Fölcsapjuk a fedelet. Gyári légszűrő. Motorkopás mérték csökkenés, üzemanyag tele van, mindenünk nagyon jó. Viszont elrakunk néhány dolgot, ami tartaléknak kelleni fog. Ez mi ez? Matrica eltávolító. Jó, ez kelleni fog. Üzemanyag kell. Hát olajat is viszünk magunkkal. Nagyon más alkatrész szerintem nem fogunk. Bár Isten igazából egy pótkereket vihetnénk. Amivel hát egyel nagyon nem leszünk kisegítve sehol. Ugye párban szokott tönkre menni. De úgyis, hogyha esetleg úgy alakul, hogy valami probléma adódik, akkor... jó, hát ezt nagyon sok helyre már nem tudjuk rakni. Vagy az üzemanyagot, vagy az olajat hagyjuk itt, vagy a szerszámkészletet. És akkor több helyünk van. Ide letesszük. Hát, nem tudom, ezt nem tudjuk berakni sehova máshol. Miért tudnánk? Mindegy, az olajat itt hagyjuk. Mert tankolnunk kell. Viszont gyakrabban, mint kereket cserélni. Mindegy. Ha útban lesz, akkor azt fogjuk kidobni. Ennyi. Juggling ez easy. 1, 2, 3, nagyon jó. Egyébként okos ötlet, hogy így elrejtettek ilyen jópofa dolgokat. 1990 van, és megindulunk keletre. Szeretném egy körben elintézni, de ez ugye bár annyira nem egyszerű dolog. Van a kulcs, itt a kulcs. Lámpa. Na, már világítunk is. Mit kell kimenni? Még nekünk kéne kihúzni? Nyitni, vagy mi az? Jó, hát lehet, hogy addig leállítjuk inkább a motort. Nincs, aki kinyissa. Közelebb kéne állni. Ja! Jó, oké. Útikönyv? Hol az útikönyv? Nincs itt az útikönyv. Nincs útikönyv.
Ja. Ki kell választani az útvonalat? 2 per 10 km. 210 km. Jó, a rövid úton megyünk, és ott napos lesz az idő. Viszont nincs se benzinkút, se semmi. Lépés és statisztika. Végek gyűjtemény. Ó. Jó, jó. Rám, nyitva a kapu. És úton is vagyunk. Repesztünk, mint az állat. ...2322 km van a járgányban, most. Ezért szerintem abban egyet tudunk érteni, hogy ezt leszóval fejleszteni. Na de, menjünk. És itt a tank. Mindjárt World of Tanks-be vagyunk. Ezzel fogunk kiállni a... De kellem. A automata ablakemelő. Látunk valamit itt az út szélén. Meg is nézzük, hogy mi ez. Ó, néhány cigaretta. Valahol jó pénzért majd eladjuk. Lehetően azért egész jól meg tudunk indulni, ha más nem. Úgy érzem, elértük a végsebességünket, ez a 70. Az a helyzet, éppen nagyon dicsérni akartam a játékot, hogy azért sokat fejlődött a legutóbbi óta. De ez annyira nagyon mégsem igaz. Mármint, hogy egészen ideig jól futott. Most megint ledroppolta magát az FPS. Igazándiból félig meddig azt kell mondjam, hogy minden ok nélkül. Na mindegy. Keressünk először is egy boltot, ahol el tudjuk adni a cigarettát. És utána jövünk ide az alkatrészeshez, hát ha tudunk venni valami frankó cuccot. Ott már a határ van. Jó, egy kicsit túlmelegettünk, ahogy látom.
Odaig most már csak elkullogunk. Tankolni is kell, mert a fél tankunk az így eltűnt. Nagyon jó. Mennyi pénz van nálunk vajon? 100. Ez egy jó hír. Lássuk. Tartóság 2/3, 2/3. Motorunknak is 2/3, 100 km elvileg a maximum sebesség. Hát jó. Ilyen per 10 liternél állt meg. Még nem tudom, hogy miért. Most 5 vagy 50 vagy 500. 500, akkor bajba vagyunk. De majd mindjárt kiderül. Kicsit töltünk bele olajat. Ugye ezeknél még két ütemű, ami azt jelenti, hogy nem volt benne effektív motorolaj, hanem az üzemanyaghoz volt hozzá keverve. Kicsikét szétszórtnak tűnsz, köszönöm szépen. 5 márk. Jó, jó. Hát olyan nagyon sokat nem adott. Ez kell. Kóbász. Mi vagy? Gumijavító készlet. Jó, maximum 3-szor használható ez a javító készlet. Szóval most javítunk rajta egy kicsit. Ezt meg ezt kell javítani meg. És ez egy sublimát. És mivel ezen a körön keresni nem fogunk, az már biztos, így... úgy érzem, hogy veszek még egy időt. Még egy ilyet. Na, és már minusz 25-ünk is lesz. Már csak pénzt kell szervelni. Nyíljál már ki! Kicsit ragad az ajtó. Parancsolj, bitte danke. Már visszük is a cumóinkat. Feszítővas, majd jól jön. Dobozkáknak a felnyitására. Egy. Valamit már szinte biztos, hogy el kell majd dobjunk, de egy. Legyen. Megyünk aludni. Jaj! Ez meg nyitva maradt. De már ne hagyjuk az értékes rakományt. Kicsit bugos a lámpánk. Ja, hol van itt a... Itt jöttünk be. Nem láttam a hotelt. A hostelbe.
az itten szörvíz. Tette valaki a szállodát? Ja, itt van. Akkor láttam, csak nem figyeltem. Húsz egy szobáért. Egy a. Köszi. Na, első úti célunkhoz meg is érkeztünk. Most már csak aludnunk kell. Reggel pedig megyünk tovább. Na, felkeltünk, Dresdában vagyunk. És el is indulunk tovább. Köszi, viszlát. Jó korán indulunk, hogy időben odaérjünk a következő úti célhoz, ami mindjárt kiderül, hogy mi lesz. Csehszlovákia! Párkányba megyünk. Hú. Igazándiból ez a legrövidebb és a legcélszerűbb. Amint bekikkeltük, már rossz is lett az idő. De ez minket nem fog eltántorítani úti célunktól. Hopp! Tartást még gyakorolni kell. Egyébként ezt jól megcsinálták, hogy azért nem lehet a hátsülésre pakolni, mert ott van az összes cuccunk. Meg hihető is lenne, de ha nem hozzuk magunkat azért nagyapót, akkor oda miért nem pakolhatunk? De ez már csak kis szőrszál hasogatás. Azt mondja, hogy a kávé tiltott dolog. Tigi, az lehet. Akkor itt a kávé érne sok pénzt. Köszönöm neked. Köszike! Mondja, minden rendben. Meg is indultunk. Nagyon szép kézifékes indulást láthattatok. Nincsen túl csudi jó idő, de legalább úton vagyunk. Megpróbálom egy úton megpróbálom egyben letolni az egész utat, hát ez ugye a pénzügyeinktől fog függeni, hogy mennyire sikerül karban tartani így az autót. Egyelőre, hát még ugye csak az utazásunk elején tartunk, így még akár lehet is bármi belőle. De ez egy szép kis túra, minden esetre. Ez meg miattak volt. Csúszik az autó.
Nem szabad ilyen gyorsan mennünk. Állatmódjára közlekedünk, hogy itt driftelgetünk össze-vissza. Most csak a gyomrom volt. Például nem a kedvencem, de talán itt kicsit nagyobb eséllyel találunk valami dobozt. Üvöltsetek, ha valamit elhagyok, vagy benézek. Milyen szép füstöt eregetünk magunk után. Porfelhő. Hopp, doboz. Úgyis csak hátra tudjuk berakni, ha be tudjuk. Még egy doboz. Benned mi van? Lássuk. Textil. Fontos. Az anyádat! Na. Igen, ide kell a izé. Még jó, hogy vettünk feszítővacsat. Gyógyszer. Azért mondjuk szerintem egy fokkal többet fogunk tudni kapni majd. Utcai gumi. Száraz tapadás országúti. Puha keverék. Most sportgumit kell vennünk. 2x3-as az viszont azt jelenti, hogy elég jó állunk vele. Gazdagok leszünk, ennyi gyógyszert elviszünk eladni. Jöjj! Erre a részre emlékszem, egy kicsikét bemegyünk, megnézzük, hogy hát ha van valami számunkra értékes cuccuk. Régebben, mintha találtam volna valami alkatrészt, talán most is lesz valami jó dolog. Most itt útközben, hogy a másik lajkát nem találtunk. Ebből meg lehetne menteni néhány cuccot. De nem, ez csak egy elhagyatott vasúti. Pályaudvar. Sehol semmi.
De ilyen szakadó esélyben földúton eléggé durván viselkedik az autó. Nem lehet végig szántani a pályát vele. Nagyon éhes vagyok már. De valamilyen alkatrészünk már megint kezdi megadni magát. Egy kis bor. Mi a tiltott? Ja, ez egy kávé. Jó, azt nem hoztunk amúgy csak. Ja, már izéből is, üzemanyagból is azért jócskán elszubdimált. Pedig ugyanarra a távra indultunk el, mint előtte, és akkor fél tankkal megúsztuk, nem tudom, hogy most mi van. Tehát, hogy ez a sok leállítás, újraindítás az, ami elviszi a Bengának a nagy részét. Hát lehet jobb ötlet lenne, hogyha ilyenkor inkább járva hagynám. Júj! Van itt még egy vasúti tudsz. És mi rossz irányba indultunk el, vagy miattak? Na csak nem. Pedig ez kísértetésen hasonlít, ugyan itt volt izé is cucc. De nem. Vannak cuccok. Dohány. Hú, ez itt nagyon tilos. Három textil. Hát a dohányon valószínűleg többre megyünk. De majd mindjárt megnézzük, de lerakjuk őket. Megnézzük, mennyi minden fér el. Egyébként is van egy olyan érzésem, hogy az olajnak majd búcsút intetünk, hogyha most feltankolunk. Cikkurát lights. Jó menő. Egyébként így is egész jól néz ki. Mindegy, tankolnunk muszáj, mert már nem nagyon van üzemanyag. Sőt, konkrétan üres a tank. Kész, vége. Mi azt jelenti, hogy az olajból is valószínűleg ennyi lesz. Kész, vége. Jó. Akkor azt itt hagyjuk. Valamint maximalizáljuk a elvihető dolgokat. Ezt javítjuk, ezt is javítjuk, meg ezt is javítjuk. És ez így elszublimált. Így most már van hely bőven a ciginek és a textilnek. Jó, ennyi volt. Kicsit be van bugolva textúra.
Neked ugye lehet még az üres olajos flakon is elfér. Anyád. Ennyi. Megvan minden is. Így most már indulhat. Nem. Nem. Egy. Motor szépen beindult. Nem mentünk rossz irányba, basszus kulcs, hát biztos, hogy jó irányba vagyunk most. Elképesztő, hogy megint ránk esteledett. Ezek szerint az ablaktörlő nélkül is tökéletes a kilátás. Az egyik az csak néha megy. Tökéletesen betartsuk a szabályokat. Tökéletes állapotú kis törabikánkkal. Meg is gyűjtünk. Lássuk, hol van a benzinkút. Mintha itt lehetne látni bármit is. A paustella itt is megvan. Na, meg is van. Nagyon zsír. Először is megnézzük, hogy itt mit tudunk neki eladni. Mert ugye kell venni majd olajat. Reméljük, hogy az van. Benzines kannánk az van. Olaj itt viszont... Ah, van. Oké. Okay. Vannak érte túl sokat. Tessék. Terepgumi. Lehet reggel visszajövünk és megnézzük a gumijainkat, hogy mi kell. A gumi és viszont még eléggé jó. Az anyukád. Túl messze álltunk meg. Ja. De akkor már oda visszük a kannát is. Abba is kell tölteni. Jó. Nem tudom egyébként miért nem lehet eltölteni, de mindegy. Így nem kellett volna becsukni, mert mindegy.
Jó. Pikkurat lights. Ezt még eladjuk. Azért viszont tényleg jó pénzt kapunk. Ennyibe kerül egy idő? 20. Egy gumi. Addig nem nagyon akarnék kereket cserélni, amíg ez jó. Mert amik rajta vannak, mert az ilyen felesleges izének tűnik. Innyi, meg fogunk gazdagodni. Persze nem készletet vettem el, szerintem nem. Mindig jól jön. Viszont mivel már van bőséggel, így... Most, hogy lesz egy kis pénzünk, így esélyes, hogy veszünk valami alkatrészt a kocsiba. Köszik. Vagy valami tartósabb motort, vagy nem tudom, majd meglátjuk, hogy mi az, ami igazán megéri. Jó, hát mindegy, pakolj úgy, ahogy jól esik. Most azt kell mondanom, hogy per pillanat egész jól állunk. Mind anyagilag, mind autóügyileg. Na. Hát, megjöttünk a kis motelünkbe. Itt eltesszük magunkat éjszakára. És reggel fogjuk megnézni, hogy milyen alkatrészt tudunk venni hozzá, amivel tudunk javítani egy kicsikét a utazásunkon. Itt is egy 20-as, egy A. Nagyon jó. Talán nem zavarunk senkit. Szóval leteszem emberünket aludni, legyetek ti is így. Köszönöm szépen a figyelmet, holnapi nap pedig folytatjuk tovább az utunkat, minél keletebbre rá. Köszönöm szépen a figyelmet, Kubi voltam, szervusztok!